Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiaid azonban csak esznek, isznak. Jézus így felelt nekik, csak nem foghatjátok böjtre a nász népet, amíg vele van a vőlegény. Eljön az idő, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Példabeszédet is mondott nekik, senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy ócska ruhára tegye, hiszen így az újat is elszakítja, és az ócska ruhára sem illik az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor szétszakítja a tömlőket. A bor kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe való, akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kívánja az újat, mert azt mondja, jobb az óbor. Ezek az evangélium igéi. A Jézus szíve tisztelet tárgya, lényegi tárgya nem a testi szerv, a szív, a vérkeringés középpontja, bár Jézus a személyes egység révén emberségében is imádandó, tehát emberi teste és lelke is imádandó, ezért minden testrésze, a szíve is imádandó. Itt azonban nem egyszerűen ennyiről van szó, mindnyájan érezzük, hogy amikor a szív szót használjuk, az több. Nem is egyszerűen csak az érzelmekről beszélünk. Ez egy téves értelmezése a Jézus szíve kultusznak. Nem egyszerűen csak az érzelmi világáról van szó Jézusnak, bár az ő emberi érzelmi világa is természetesen részesül a személyes egység kegyelmében, de sokkal többről van szó. Amikor a szívszót használjuk, a biblikus értelemben használjuk, nem abban a újkori értelemben, amelyik szentimentálisan értelmezi a szívet, hanem biblikusan, ami az ember mélységét jelenti, az ember mélységét idézi meg. Karl Rahner használja Heidegger nyomán a ős szó, vagy inkább ős ige kifejezést, de azt jelenti, hogy vannak olyan szavaink, amelyek nem egyszerűen csak jelölik a valóságot, hanem megidézik a valóságot. Más szóval egy olyan törvényszerűség szólal meg bennük, amit nem az ember állított föl, nem az ember rendelkezik vele, hanem rendelkezik az emberrel. Vannak ilyen szavaink. Talán akkor értjük meg, hogy miről van szó, ha gondolunk a Jung pszichológiájában megnevezett archetípusokra, ős mintákra, ős képekre. Ezek azok a pszichológiai ős tények, amelyek ott vannak az ember lelkében, akár akarja, akár nem. És ezek alakítják az embert, nem az ember alakítja ezeket. A vallástörténész Mircea Eliade beszél a szimbolumokról, mint ilyen ős tényekről, hogy vannak olyan szimbolumok, amelyeket mi nem alakíthatunk tetszés szerint, nem lehet őket átdefiniálni. Jelentésük, fogalmi jelentésük esetleg megváltozik, de akkor is képviselnek egy olyan struktúrát, amelyik adott az ember számára, és saját erejében lép föl. Most ezen a tájon kell keresni ennek a kifejezésnek az értelmét, hogy ős ige, valami olyan, amit az ember legfeljebb megtalál, de nem alkot magának, nem definiálhatom tetszése szerint. És a szív ilyen, ezek közé a szavak közé tartozik, amelyek megidézik a valóságot, ez egy emberi ős valóság, az ember mélysége nem lehet lefordítani elvont filozófiai nyelvre, hanem az embert a maga mélységében, de egészében ragadja meg. És erről van szó itten, amikor Jézus szívéről beszélünk, a testi szív, mint szimbólum, egy olyan ős valóságot érint, emberi ős valóságot, amely Jézusban épp úgy megvan, mint minden emberben, de a személyes egység kegyelménél fogva, ahova Jézus emberi mélységébe behatolunk, ott egy isteni valóságot találunk. És ez a valóság mindenek előtt a szeretet szóval írható le. 12. Pius pápa a Hauriétis Aquas enciklikában határozta meg úgy a Jézus szíve kultusz tárgyát, hogy az Jézus szeretete, az isteni szeretet is, meg az emberi szeretet is. Tehát Jézus emberi mélységében ott van az Isten, aki szeretet. Mikor Jézus emberi szeretetével találkozunk ezzel a végtelen szeretettel, ezzel a szeretettel, amelyik megszólal más szimbólumokban, a Szentírásban, mint a vőlegény szeretete a mennyasszony iránt. Mai evangéliumban is erről van szó, Jézus vőlegényhez hasonlítja magát, de ez egy ősi kép a Bibliában, az énekek énekének képe, nagy proféciák képe, hogy Isten az ő népének vőlegénye, és itt megint valami ősi van érintve az emberben, valami, ami messze több, mint a szexuális ösztön és a nemi szervek működése, valami sokkal mélyebb, amit megint csak ezzel a szóval tudnánk meghatározni, hogy a szív, az ember igazi mélysége, amellyel oda tudja adni magát, amellyel szeretni tud. Az embernek ez a mélysége szólal meg, nem egy szentimentális dolog. Jézus nem szentimentális. Olvassuk az evangéliumokat, ott nem találunk szentimentalizmust, érzelgést. Jézusnak vannak érzelmei, de ő egy nagyon is férfias, nagyon is kemény valóságot képvisel, ugyanakkor azonban ez a valóság, ez valami leírhatatlanul előkelő és tiszta szeretet, jó indulat. Legjobban talán akkor értjük meg, hogyha a kárhozottakkal szemben, az őt elutasítókkal szemben való isteni magatartást értjük meg, hogy Isten még akkor sem erőszakos, még akkor sem haragos a szónak az emberi érzelmi értelmében. Menj a saját utadon, ha azon akarsz menni. Ha nem kellek neked, nem erőltetem rád magamat. Istenek ez az előkelősége, amely azonban nem hidegség, nem nélkülözi a fájdalmat. A Jeruzsálemet sirató Jézusban látjuk, hogy nagyon is át tudja élni, milyen tragédia az, hogyha valaki tőle elszakad, de nem erőltet, nem kényszerít, nem lép föl erőszakkal. Ez a közeledése Istennek az emberhez akkor virágzik aztán ki, mikor az ember azt elfogadja, nem utasítja vissza, mikor a szeretetre szeretettel válaszol. Itt a kereszténységnek mindenfajta haszon elvű felfogása csődöt mond, ugye, amikor arra gondolunk, hogy de hát mi próbálunk Isten iránti kötelezettségeinknek eleget tenni, és cserébe Isten tegye meg a kívánságainkat. Ez a fajta alkú, ez nincs a szeretetben. A szeretetben egy előkelő és nagylelkű odaadottság van. Valami olyan, hogy a tied vagyok, és szabadon rendelkezel velem. És ez van Isten részéről is, csodálatos módon az emberrel szemben, egy hihetetlenül nemes odaadottság, amit nem von vissza, és az ember, hogyha fölfogja ezt, akkor ezzel a szeretettel válaszol, ami nem alkudozás, és nem számonkérése annak, hogy tedd már azt, amit én akarok, mert különben nem vagy jó Isten. De sokan így állnak hozzá, Isten, ez képtelenség az Istennel szemben, az isteni szentséget is sérti, de még inkább sérti Istennek ezt a szabadon önmagát fölajánló előkelő szeretetét. Erre csak előkelő, nemes szeretettel szabad válaszolni, tiéd vagyok feltétel nélkül. Szentek életében látjuk ennek a szeretetnek a tükrözését. Eszükbe sem jut, hogy számon kérjenek Istentől, hanem azt keresik, hogy segíts, hogy jobban oda tudjam adni magamat neked. A szeretet szeretetet kíván, a szeretet öncél, önmagában van az értelme és a célja, ahogy Szent Bernát leírja. Szeretek, mert szeretek, szeretek, hogy szeressek. A szeretet önmagának oka és célja, mert az Isten szeretet. Isten nem szorul megokolásra, Istennek nincs rajta kívülálló célja, Isten beteljesülés és önmagában elegendő teljesség, és ez a teljesség szeretet, aki az ember Jézussal találkozik, ezzel találkozik.